Fesztivál. A folklórest előtt a polgármester fogadta a karvezetőket. Felkészülés a fűtési szezonra. Egyre többen tervezik kiváltani a gázos fűtést. Országtorta. A Huncut Szilva herceg és a Nagyi kedvence nyerte az idei versenyt. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Nagy sikert hozott a Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivál negyedik napja. A csütörtöki kossuthtéri folklórestre rengetegen voltak kíváncsiak. Ezt megelőzően a Városháza Kródi termében a város polgármester adott fogadást a fesztiválra érkező kórusok karvezetőinek, ahol a nemzetművésze Szabó Dénes megfogalmazta, énekkel szolgáljuk a békét. Különleges hangulatú és közönségsikert hozó volt a Kantémusz Folklór Fesztivál csütörtöki programja. A résztvevő csapatok saját folklórzenéjüket vonultatták fel a Kossuth téren a népes nyíregyházi érdeklődők előtt. Fél órával korábban pedig a város vezetője tisztelte meg a vendégeket a Kródi teremben ünnepi fogadás keretében, ajándékok átadásával és jó kívánságokkal. Dr. Kovács Ferenc azt mondta, kiemelt figyelmet kap ez a két évente megrendezett esemény a városi nagyrendezvények sorában, melynek főszervezőjét a Kantémuszt is méltatta. Kantémusz kórus család egy élő példa arra is, hogy hogyan lehet a tehetségek, lehetőségek felhasználásával és kitartó áldozatos munkával olyan értékeket létrehozni, amelyet nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban elismernek. Ezt bizonyítják a díjak, de az a szeretet és elismerés, amellyel a kórust fogadják szerte a világban. Én nagyon bízok benne, hogy a fesztivál alatt ebből a szeretetből és vendégszeretetből valamelyest tudunk viszonozni önöknek is. A főszervező kórus igazgatókarnagya, egyben a fesztivál és karvezető mesterkurzus igazgatója köszöntőjében a városvezetést is elismerte, hiszen szerinte az önkormányzat segítő kezének jele, hogy ebben a változó és válságos világban az eseményt megrendezhették. Mint mondta, Nyíregyháza szeret benneteket. A nemzetművésze Szabó Dénes egyben jelezte, a közösségteremtő és kórus muzsikát népszerűsítő esemény is mutatja, van még hely a világon, ahol van értelme csinálni, ahol ennek még értéke van. És mivel a nem várt háború végét nem látjuk, mi egymással törődjünk. Énekünkkel szolgáljuk a békét. We should serve peace with our singing. És majd... És majd 20-án énekeljünk együtt, énekeljük el azt a himnusszá várt magyar dalt, ami az összetartozásnak egy nagyon szép példája. A 14. fesztiválra 8 ország mintegy 800 énekese érkezett. A karvezetői mesterkurzussal még bővült ez a létszám. A kórus workshop egyik vezetője kitűnően beszél magyarul, ami azért érdekes, mert Görögországból érkezett. Az Aténi Kodály Konzervatórium alapító igazgatója a 80-as években Kecskeméten tanult. Többször kitüntették hazánkban és kiváló véleménnyel van a Kodály módszerről, hazánkról, Nyíregyházáról és a Kantémusz Fesztiválról is. Járok itt, tanítottam a nemzetközi kurzusban, és most az második alkalom, hogy meg vagyok hívva itt a gyönyörű Nyíregyháza város és a gyönyörű és fantasztikus fesztivál. A Kantémusz Fesztivál, ez muszáj nyilatkozni, az nekem az egyik legjobb példa, hogy milyen sikeres a Kodály módszer énektanítás. És Szabó Dénes az egy csodálatos ember, egy nagyon jó karnagy, ez egy szuperpedagógus, és nagyon örülök, hogy barátja vagyok. Az igazgató még hozzátette, a Kodály módszer csodája, hogy az éneklés és a kórus az egyik legegyszerűbb eszköze annak, amivel össze lehet kapcsolni a művészetet az emberiséggel. Ami pedig a fesztivált illeti, a péntek esti Kontinensek hangjai koncertet követően állami ünnepünkön szombat este 7:30-tól tartják a gála koncertet a Continental Arénában, míg vasárnap 6:00 a karvezetői mesterkurzus záró koncertjét a Kodály iskolában. Várhatóan olyan hangulatban, mint csütörtök este a Kossuth téren.
Idén is több helyszínen színes programokkal készül az önkormányzat államalapító Szent István ünnepére. Az ünnepi műsornak 17 órától ezúttal a Váci Mihály Kulturális Központ biztosít teret, ahol a polgármesteri köszöntőt és a kenyérszentelést követően az is kiderül, ki lesz a város új díszpolgára. Az ünnepi műsort a Kantémusz kórus adja, akik aznap este 7:30-tól a fesztivál gála koncertjén énekelnek az arénában. Az önkormányzati program 19:30-tól a Kossuth téren folytatódik, ahol a Swingala Django fellépése után Pápai Jóci ad nagy koncertet a 21:30-as tűzijáték előtt. A belvárosi koncertek és tűzijáték után az önkormányzat kérésére a Volánbusz többletjáratokat biztosít a lakótelepekre való gyors eljutás érdekében, valamint a szokásos vasárnapi, azaz ünnepnapi menetrenden túl, mely eleve sok helyről hozhatja a közönséget a főtérre, a 7-es és a 11-es befelé is plusz betétjáratokat nyújt. Részletes kiegészítő menetrend a nyíregyháza.hu és a nyíregyháza.volánbusz.hu oldalon. A Sóstói Múzeumfalu is változatos programokkal, ingyenes belépéssel, kenyérkóstolóval készül szombaton 10:30-tól az ünnepre, úgy, hogy a család apraja nagyja is találjon kedvére valót. A tervezett ütemben haladnak a Szarvas utca felújítási munkálatai. Augusztus 23-án kedden aszfaltozási munkálatok lesznek az Országzászló téren, a Zrínyi és az Iskola utca között. A munkálatok ideje alatt jelzőrök irányítják a forgalmat. 24-én szerdán aszfaltozási munkálatok lesznek a Szarvas utca, Széchenyi utca, Kereszt utca közötti szakaszán. Ekkor a munkák ideje alatt az Arany János utcai körforgalomnál nem lehet majd behajtani a Szarvas utcára. Az aszfaltozás idején a Kisernő utcáról, a Csipke köz, a Kereszt utca felől szintén tilos lesz a behajtás a Szarvas utcára. Augusztus 25-én és 26-án aszfaltozási munkálatok lesznek az Országzászló tér, Széchenyi, Iskola, Szarvas utca csomópontjában. Ekkor a jelzőlámpás csomópontban a kivitelezés ideje alatt a jelzőlámpa helyett rendőr irányítja majd a forgalmat. A menetidő növekedésére kell számítani. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy legyenek türelmesek, és hogy a kihelyezett táblákat figyelembe véve fokozott körültekintéssel közlekedjenek, aki pedig teheti, kerülje el az érintett útszakaszokat, elősegítve a gyors és hatékony munkavégzést. Egyre többen tervezik, hogy a gázos fűtés helyett valamilyen szilárd tüzelésű fűtésre állnak át a téli hónapokban. A beszámolók szerint megnövekedett a kereslet a kandallók és a kályhák iránt, tűzifát pedig szinte már lehetetlen kapni. Arról, hogy mi mindenre kell figyelni áttéréskor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóságot kérdeztük. A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos fűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelés esetén pedig évente 1 alkalom. Akik családi házban élnek, és a családi házban nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglalt, kezdte beszámolóját Dudás Szilvia sajtószóvivő. A munkát telefonon, a 1818-as telefonszámon, a 91-es menüpont alatt, valamint online lehet megrendelni. Régi és új berendezés használatba vétele előtt érdemes kéményseprő véleményét kikérni, hogy az adott berendezés ráköthető-e a kéményre, valamint a régi berendezés használható-e az égés termékelvezetővel. A bekötést kizárólag szakemberrel végeztessük el. Csak olyan égés termékelvezetőt lehet használni, amely rendelkezik érvényes műszaki vizsgálattal. Használaton kívüli és új kémény esetében is. Ezt a vizsgálatot a kéményseprék megrendelés alapján végzik, térítési díj ellenében, és nyilatkozatot állítanak ki arról, hogy a kémény megfelelő. Fontos, hogy a műszaki vizsgálat nélkül vagy műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermékelvezető használata tilos és életveszélyes. A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid-mérgezéses esetek száma, azonban tévhit az, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, a vegyes tüzelési kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, és akkor ezek a helyiség levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő, ezek környezetében szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár 1 percen belül is halált okozhat. Érdemes minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt helyezni. A megbízható eszközök listája megtalálható a Katasztrófa Védelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől 1 méterre, fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatosság idejére.
A szóvivő hozzátette, tanácsos a konyhába, hálóba, nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, ugyanis olyan lakásban vagy házban, ahol füstérzékelő működött, senki sem sérült meg, és mivel hamar észlelték a tüzet, a károk mértéke is csekély volt az utóbbi időkben. Augusztus 19-től megkóstolhatják az idei két országtortát. A Huncut Szilva herceg, illetve a cukormentes nagyi kedvence különleges, ugyanakkor hazai ízeket kínál. A nagykőrösi és szegedi műhelyekből kikerült édességek nemigen lesznek az otthoni konyhák remekei, hiszen több rétegből és igen értékes alapanyagokból készülnek. Valaki 2007-ben azt gondolta, hogy mindenkinek van szülinapja és tortája, így hazánk is kaphatna egy országtortát is, mikor máskor, mint augusztus 20-án, államalapító Szent István napján. Az állami ünnephez így 15 éve már hozzátartozik a jeles édesség, sőt esztendők óta kettő is. Az Észak-Kelet-Magyarországi Cukrászipartestület elnöke saját kollégáival nem vett még részt ezen a versenyen, hiszen iszonyatosan nagy tehernek gondolja egy újfajta torta kikísérletezését és bevezetését. Ettől függetlenül persze folyamatosan fejlesztik saját kínálatukat. Az év tortája hát a hagyományos kategóriában a Huncut Szilva herceg. Ugye... nagyon érdekes, mert nem tartalmaz glutént a tésztája. Tehát most sikerült úgy kiválasztani a két ország tortát, hogy egyik sem tartalmaz búzalisztet. Itt ízben ugye a szilva dominál, egy kis vörösboros szilva musz, ami dominál. Na nem kell megijedni, mert ez a vörösbor nem olyan mennyiség, hogy ettől bárki is becsicsanthatna, sőt még a gyerekek sem. Tehát ez egy kis ízfokozó, ami egy kicsit a szilva musznak megadja a pikantériáját. Van benne még egy kis karamelles rész is, van benne egy kis áfonyás szilvás rész is, tehát tulajdonképpen olyan kisé pikáns és kellemes ízű. Ne várjon senki piskótát, tehát ne várja senki azt, hogyha most megeszik egy torta szeletet, akkor az a szivacsos, rugalmas piskóta fog neki visszaköszönni, mert ez a tészta nem arról szól. A nagyi kedvence az ország cukormentes tortája, szintén gluténmentes. Rizs és kókuszliszt, valamint lemmagörlemény az alapanyag. A szegedi virágcukrászda hozzáadott cukor nélkül alkotta meg a csodatortát, melynek versenyében részt vesz az Egy Csepp Figyelem Alapítvány is. A cukrászmester ezzel már második alkalommal nyert, hiszen a kicsi gesztenye is az ő kreációja volt 2019-ben. A nagyi kedvence szeletenként valamivel több mint 233 kalória, viszont van benne mascarpone és fehér csokis musz, pisztáciás és málna zselés réteg. A hagyományos országtorta talán egy picit kimozdult abból a már több éve megismert, hogy musz. Ebbe is van, de ebbe már most sokkal több réteg van. Tehát egy országtortának a előállítása az mindig a cukrászokat is egy kihívás elé állítja. Hiszen van olyan torta, amiben 7-8 féle komponenst kell elkészíteni. Tehát ez rendkívül időigényes, rendkívül munkaigényes, hiszen itt az alkotó elemeket tulajdonképpen részenként kell szakmailag ugye sokkolni, lefagyasztani és összerakni. Tehát nyilván mi cukrászok is várjuk minden évben, hogy mi az, ami győzni fog, ugyanúgy, mint a vendég. Próbasütések előzik meg a receptekkel együtt a folyamatot, hiszen a Cukrászipartestület székházában működő tanműhely ad lehetőséget arra, hogy az ország cukrászai megismerjék az ország torták elemeinek összetételét, az esetleges sokkolás és fagyasztás folyamatát. Vannak kísérletek, elrontott tortácskák, de kérdezni is lehet az alkotót. Idő, munka és nyersanyag igényes feladat ez. Annyi bizonyos, hogy a vendégek még mindig szeretik a szabolcsi almás mágtortát, még mindig szeretik az Őrség zöld aranyát, esztendők óta ki sem fogyhat a pultból. Vélhetően a mostani torták ugyanígy a kedvencek közé kerülhetnek éveken át. Négy helyi képzőművész rendez tárlatot a Váci Mihály Kulturális Központban. Mindjárt mutatjuk a részleteket. Előtte nézzük a nap további híreit. Csütörtökön egy gyalogos és egy kerékpáros sérült meg abban a balesetben, amikor egy elektromos kerékpárral közlekedő egy kerékpárját toló közlekedőnek ment neki. A sérülteket a mentők ellátást követően a kórházba szállították. Ráfutásos baleset történt a Család utcánál, a balesetben senki sem sérült meg, a felek egymás közt tisztázták a felelősség kérdését.
A Ferenc körúton két sávot is lezártak hétfőig a közműfedelek szintbehelyezéséig. Az érintett szakaszon a közlekedők nagyobb figyelmét kérik. Fellobogózták városunkat augusztus 20-ára államalapító Szent István ünnepére. Városszerte kikerültek a nemzeti színű zászlók és lobogók. Négy Nyíregyházához kötődő képzőművész várja három napon át, augusztus 26-tól 28-ig a látogatókat a Váci Mihály Kulturális Központba szervezett művészeti bőrzére. Madarasi György, Szepessi Béla, Kerekes Elek és Gnant István festő és grafikus művészek kínálják alkotásaikat a város és a turisták figyelmébe egy rendhagyó tárlaton. Találok magamnak egy témát, és abból festek egy sorozatot. Hogy az 5 kép, 10 kép, 20 kép, nem tudom. Az ötlet gazda Madarasi György festőművész műtermében tisztáztuk, hogy túl a múzeum, a Városi Galéria és a Pál Gyula terem keretein hogyan találnak teret és lehetőséget a látogatókkal való találkozásra a művészek. Autóbőrzéről és egyéb tarkaságról ugye hallottunk már, de mi is az a képzőművészeti bőrze? Nagyon egyszerűen egy kiállítás, ahol a kiállított műveket meg lehet vásárolni. Mert nincs a városban lehetőség arra, hogy a képzőművészek, akik dolgoznak, az elkészült műveiket valahol közszemlére tegyék, úgy, hogy azt a közönség, ha érdeklődik a képzőművészet iránt, azt lehetőséggel legyen, hogy meg is vásárolja. Egyszerűen ezért. 11 művésztársát kérte fel a részvételre, négyen maradtak. Madarasi György mellett Kerekes Elek, Szepessi Béla és Gnant István. A művész folyamatosan alkot, így Madarasi György is, aki idei két tárlata, egy epergyesi és egy nagybányai anyagából válogat majd 21 nagyméretű alkotást. A művész a környezetében tapasztalt valóságot, élményeket festi meg, azokra reagál, és nem idegen gondolatokra. Az ő világ mindenségét vetíti a képekre, felhőket és tengereket, de egy új tavirózsa sorozatot is indított mostanában. Ebből a forróságból persze, hogy vízpartra vágyik, így reagál a közösség mindennapjaira, életérzésére. A méretek és a színek a témához igazodnak. A tematika az, amit én évtizedek óta festek, most az, hogy a természetből inspirálódok, mert mindig a természetből, szűkebben vagy tágabban értelmezve az életből inspirálódok, de a természet maga, a természet által nyújtott élmények, a természet szépsége, az életnek a szépsége, én azt mondom, hogy ebben a zaklatott világban, amiben élünk, a művésznek ez egy nagyon fontos szerepe. Nem, hogy ezt a zaklatott világot művészetében megmutassa, mert az élet elég az, hogyha olyan, amilyen. Ha ronda, azt a rondaságot nem kell megmutatni. Ha rondaság van, akkor a művészetnek pontosan az lenne a lényege, hogy az embereknek adjon egy percnyi türelmet, nyugalmat, hogy rá csodálkozzon arra, hogy az életben, a világban vannak szép dolgok, vannak jó dolgok, és ezekre a szép dolgokra, a jó dolgokra kéne, kell, én a magam részéről erre akarok reagálni. Ez a művész arszpoétikája. A rész az egészben elve alapján dolgozik. Impresszionista, szürrealista, figuráiban groteszk módon. Képzőművészet nélkül nem létezik igazi emberi lét, így véli a mester, de nem álmodozik, tisztában van azzal, hogy a mostani nem a műalkotások gyarapításának ideje. De 45 éves művészi pályán töltött tapasztalata szerint azon dolgozik, hogy a művészet pártoló közönség gyarapodjon Nyíregyházán. A bőrze a Vidor hetében augusztus 26, 27 és 28-án tart nyitva a Váci Mihály Kulturális Központban. Emellett szombaton délelőtt 11 órát közönség találkozót kínálnak a látogatóknak. A harmadik befejező szakaszát rendezték a kerékpáros ifjúsági világkupának. Ezúttal Vásáros Taménból rajtolt a mezőny, a cél pedig Nyíregyházán volt. 117 kilométert tettek meg a versenyzők.
Az East Kalkuritz szakaszgyőzelmével folytatódott még csütörtökön a Van Belt Van Road Nations Cup kerékpáros ifjúsági világkupa mezőnyhajrával zárult Ibrányban a háromnapos nemzetközi viadal első mezőny szakasza, ahol az olasz Matteo de Monte zárt másodikként, és a szlovén Nathan Gregorčič lett a harmadik. Összetettben a prológ győztese a lengyel Dominik Rátajcsák vezetett két nap után. Pénteken aztán a Vásárosnemény és Nyíregyháza között egy 117 kilométeres szakaszsal zárult a világkupa verseny. A mezőny Nyíregyházára érve még több kört tett meg a belvárosban. A győzelmet végül a lengyel Hubert Grikovszky szerezte meg. Nyíregyháza nem először volt helyszíne a versenynek. Óriási lehetőség egy sportolónak, hogyha itt hazánkban, akár városunkban rendezünk nemzetközi sporteseményt, hiszen lehetőséget kínálunk a versenyeztetésre, és nem beszélve arról, hogy az elmúlt esztendőkben volt olyan év, hogy csak Nyíregyháza, illetve a megyénk rendezett junior világkupa sorozatot, és ezáltal a Nemzetközi Sportági Szakszövetség is örömmel adja nekünk a jövőben is a nemzetközi sporteseményeket. Ez nagyon fontos, hiszen a sport turisztikai értéke is óriásit nőtt az elmúlt időszakban, és a sportszerető közönség is nagyon-nagyon várja az ilyen eseményeket, nem beszélve arról, hogy a kerékpár a világ egyik legnépszerűbb sportága, és ezért is nagyon fontos, hogy lehetőséget kínáljunk a profiknak, az amatőröknek, és természetesen a szabadidős sportolóknak, hiszen hogyha mindenki sportol, és akár a kerékpározást elkezdi valaki még nagyon fiatalon, akkor ezt a sportágat is választhatja. Egy-egy ilyen viadal jó alkalom arra, hogy népszerűsítse a sportot, a kerékpározást. Minden nagy sportverseny ezzel jár, minden sportágban, hogy akkor utána főleg a gyerekek, a diákok, a fiatalok nagyobb kedvel kezdenek biciklizni. De hát ezért a város is sokat tett, hogy a saját programjaink is nagyon népszerűek. Nekem nagyon jó érzés volt a Bringa Piknik, amikor hát több mint 1500-an indultunk el Tokajba. És azért a csapat nagy része meg is érkezett. Nyíregyházán idén ez a második rangos kerékpárverseny volt, a Tour de Hongrie egyik szakaszának befutója is a Szabolcs-megye székhelyén volt. Híradónk végén nézzük a főbb tartalmakat még egyszer néhány mondatban. Nagy sikert hozott a Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivál negyedik napja. A csütörtöki Kossuth téri folklórestre rengetegen voltak kíváncsiak. Ezt megelőzően a Városháza Krúdi termében a város polgármestere adott fogadást a fesztiválra érkező kórusok karvezetőinek. Az esemény gála koncertjét szombaton este 7:30-tól tartják a Continental Arénában. Egyre többen tervezik, hogy a gázos fűtés helyett valamilyen szilárd tüzelésű fűtésre állnak át a téli hónapokban. Értesülések szerint megnövekedett a kereslet a kandallók és a kályhák iránt, tűzifát pedig szinte már lehetetlen kapni. Augusztus 19-től megkóstolhatják az idei két országtortát. A Huncut Szilva herceg, illetve a cukormentes nagyi kedvence különleges, ugyanakkor hazai ízeket kínál. A nagykörösi és a szegedi műhelyekből kikerült édességek több rétegből és igen értékes alapanyagokból készülnek. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm mai, egyben egész heti figyelmüket. Szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk, hétfőn pedig a legfrissebbekkel, a szokott időpontokban. Áldott és kellemes ünnepi hétvégét kívánunk, kedves mindnyájuknak, viszontlátásra!